Vannak jól bevált eszközeid, amik segítik a produktivitásodat növelni? Ebben a videóban néhány olyan eszközt mutatok be, ami lehet, hogy meglepő lesz számodra, de nagyon hamar teljesen alaptartozékai lettek a napi munka folyamatomnak. Hogyha érdekel, hogy mik ezek, hogy hogyan tud segíteni neked még durvábban kreatívnak, produktívnak lenni, nézd végig a videót. De ha nem láttad az előző epizódokat, akkor mindenféleképpen nézd meg, mivel ez az utolsó szériája a 2023-as Desk Setup Home Office videómnak, és azt is elmondom a végén, hogy miket nem szeretek benne. Kezdjük el, de előtte intro. Néhány elég király dolgot adtam hozzá a home office-omhoz ebben az évben, és ezt meg is szeretném neked mutatni, hogy hát, ha te is osztozol abban, hogy milyen hasznai vannak ezeknek, legalább annyira, mint nekem. Az első, a Walking Pad A1 Pro, egy ilyen összehajtható asztal alatti futószallag, futógép. Nem tudom, te hogy vagy vele, de amikor ilyen produktív állapotban vagyok, vagy hogyha telefonálok, én nagyon szeretek így menni ide-oda, és már elég régóta gondolkoztam azon, hogy beszerezzek egy ilyen kis futópadot, amin lehet sétálni otthonra, és most ezt megtettem, és annyira király tényleg, hogy így sétálgatok, és közben ugyanúgy tudok dolgozni, hiszen ugye az asztalomat feljebb tudom emelni. A Walking Pad A1 Pro nagyon egyedi az, hogy így össze lehet hajtani 180 fokba, tehát nagyon egyszerű kis görgőkkel lehet össze-vissza rakni, arrébb lehet rakni, minimális helyen lehet tárolni. A másik, főleg egy ilyen irodai környezetben, vagy ha híváson van, hogy halknak kell lennie, és egy ilyen zajszűrő technológiája van az A1 Pro-nak, amivel szinte tényleg csak azt halljuk, hogy megyünk, de semmi mást. És vagy egy ilyen kis irányítóval, távvezérlővel tudjuk a sebességet szabályozni, de van egy ilyen intelligens, algoritmusos mód is, amihez nem is kell használnunk a távirányítót, hogyha a futópad elejére lépünk, akkor gyorsul, ha a közepén megyünk, akkor marad, ha pedig a végére, akkor lassul, vagy meg is áll. Az ára pedig 650 euró. Mit szólsz hozzá? El tudod képzelni, hogy te is így munka közben sétálgassál? Vagy teljesen hülyeség? Mondd el a véleményed kommentbe, és kezdjünk el beszélgetni. A következő dolog, amit beszereztem, az egy légtisztító. Az AirTheral-nak az APH-230C, hogy pontosak legyünk. Itt Budapesten élve, főleg, hogy még hideg is tud lenni télen, meg van is egy kutyám, nem feltétlenül a legjobb a levegőnek a minősége, úgyhogy ezen egy kicsit dolgozni, hogy az allergéneket, vagy bármi, ami így van a levegőbe tisztítsuk, talán érdemes áttekinteni. Úgy nézek minden dolgomra, hogy milyen hasznot tud hozni, és azt is megtudtam, hogy egy ilyen légtisztító nem csak nekünk embereknek, hanem a elektronitechnikai eszközünknek, a bútorainknak is nagyon jót tesz, hogy mondjuk ne károsodjon a portól, vagy más ilyen egyéb olyan dologtól, ami a levegőbe van. Az a modell, amit én választottam, az APH-230C, tökéletes mondjuk 30 négyzetméter alatti szobákba, 4 év garanciája van, és ahogy megtudtam, hogy az ilyen légtisztítókban a legfontosabb az, hogy HEPA filter legyen, mert egy ilyen nagy felületen ezt tudja bent tartani a sok rossz dolgot. Amúgy képzeld el, hogy az amerikai hadseregnek fejlesztették ki ezt a HEPA-t. Maga az eszköz egy 20 percnél kevesebb idő alatt elvégzi a dolgát, kitisztítja a szobát, és amúgy nagyon halk, mínusz 24 decibel, tehát hogy, sőt, még ilyen alvásmód is van, hogyha nem akarjuk, hogy zavarjon. És mindez 80 euró, amennyit nekem teljesen megért ezért, amit kapok cserébe. Ha neked is van légtisztítód, vagy gondolkozol, hogy beszerezz egyet, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod ezt a videót. Ha nincsen és nem is akarsz, akkor nyomd meg a like gombot kétszer. Oké, hallottál a 12 South márkáról? Imádom őket, és nagyon régóta szerettem volna beszerezni a kis kiegészítőit, mert egy tökéletes társa a kis Apple ökoszisztémámnak. Hú, nagyon királyok, kezdjük például a Book Arc-kal, ami egy ilyen nagyon egyedi dizájnú MacBook tartó, így vertikálisan lehet betenni, ezért tök sok hely marad ugye a monitoraimnak, és amúgy arra is nagyon jó, hogy így alatta, a kis ív alatt el tudom vezetni a sok kábelt így elrejteni. A következő nagyon jó termékük, úgy hívják, hogy HiRise 3, egy ilyen vezeték nélküli töltő kis dolog,
3 az 1-ben, vezeték nélkül tudja az iPhone-unkat, Apple Watch-unkat és még az AirPods-unkat is egy kis állványon tölteni. Néha pedig amúgy nem akarom ezt használni, akkor pedig egy Rolling Square nevű cégtől a MagSafe töltőjüket használom, ami nagyon jó, hogyha mondjuk mozgok, vagy közben telefonálni szeretnék. Ugye a Rolling Square-nek van egy másik nagyon jó márkája, a Tau, ami igazából egy kis töltő, de úgy van kialakítva, hogy rá tudom rakni a kulcsomra, tehát egy kulcstartó, integrálva van vele USB-C, lightningos kábel, tehát sosem kell aggódnunk, hogyha bárhol vagyunk, akkor nem lesz áramunk, de akár mást is kisegíthetünk vele. Hogy tetszenek? Kérlek, írd meg a véleményed kommentbe, hogy eddig mi a top, vagy ha semmi nem tetszett, azt is. De ha már erőtöltésről beszélünk, akkor a legújabb hozzáadás itt bent a szobában az az Enjoy Horus Plus 2000, ami egy UPS szünetmentes tápegység. AVR-e van, ami 1200 watt terhelhetőséggel és 200 volt amperes teljesítménnyel bír. Nagyon jó árérték arány, mert olyan 100 euróért, 40 ezer forintért. Abba azt tudja biztosítani, hogy mondjuk kimegy az áram, vagy nincs áram, akkor is kb. Egy órát a kompjúterünk és a monitorunkat biztosítja. 4 áramcsatlakoztatási lehetőség van benne, sima 220-as, meg egy USB-s, amivel ha összekötjük a géppel, akkor valahogy az automatikus backupolást is beindítja. 10,5 kiló, de ezt ugye nem akarjuk mozgatni, de azért elég nehéz. A következő nagy kérdés, hogy mennyire hangos ez az extra kis biztosítás nekünk. Hát, hogyha áramról megy, akkor semmi hangja nincsen, nem zavar. Mondom ezt úgy, hogy nekem nagyon fontos, hiszen akár ha felveszek videót, vagy ha editálok, akkor totál csendet szeretnék. Ha viszont beindul az aksi, akkor nagyon hangos tud lenni, de azt vegyük, hogy egy ilyen viszmajor dolog. Szerintem nagyon hasznos egy eszköz arra, hogy nehogy véletlenül, amikor kimegy az áram, akkor valamit elveszítsünk, vagy valami baja történjen az amúgy is drága eszközeinknek, és normálisan ki tudjuk kapcsolni. Még mindig áramnál és ennél a témakörnél maradva van egy új dolog, amit nem biztos, hogy itt az irodában, de amikor megyek ide-oda, nagyon szeretek használni. Egy All Power nevű gyártó készíti, S200 Portable Power Bank a neve. Egy jó fokkal azért nagyobb, mint egy sima ilyen power bank, de 154 wattórás teljesítményével, ami 41.600 milliamperes kapacitást tud biztosítani, az elég sok, és másfél óra alatt fel is lehet tölteni, sima 220-szal, USB-vel, és ezt figyeld, egy napelemes rendszerrel is. A 200 wattot pedig ugye a 220-on keresztül, vagy egy dupla fast chargingon, USB-C-n és AC-n keresztül is biztosítja. De hogy konkrétumokba beszéljek, mondjuk a MacBookomat 3 óráig tudom tölteni, miközben 14-szer feltöltöm az iPhone-omat, 8-szor az iPad-emet, és mondjuk olyan esetekben szeretem aztán, hogyha mondjuk ugye jön a jó idő, és kiszeretnék menni a szabadba, akkor magammal tudom vinni, és nem kell aggódnom, hogy bármim lemerül. És hogyha már szabad, meg jó idő, nagyon szeretek vitorlázni, és pont egy ilyen napos, vagy akár többnapos vitorlázásra ez tökéletesen mindent el tud látni, és mivel van hozzá ugye ez a napelemes töltés, igazából sosem fogyunk ki áramból. Ja, és a tetején van egy vezeték nélküli töltő is a telefonunknak. Mindjárt a végére érünk, de még pár dolgot szeretnék megmutatni neked, mert tényleg remélem, hogy hasznos neked. Ha úgy érzed, akkor kérlek mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. A következő márka a Hotó. Nem tudom, hogy ismersz-e annyira, vagy tudod-e, de brandinggel foglalkozom, és már a név is nagyon tetszett, de a design még inkább. Elég sok szép terméket csinál a Hotó, ilyen például egy elektromos csavarhúzó, vagy egy fúró, és nem mondom, hogy nagyon sok ilyen terméket láttam, de azok közül biztosan ez a legszebb, gyönyörűen dizájnolt. Tehát, hogyha lenne annyi terem, esküszöm, kiraknám őket, mert olyan jól néznek ki. De nyilván nem a külső itt a legfontosabb, hanem hogy ami felmerül így a lakás körüli dolgokba, nagyon sokat segít, és el tudod végezni. Mint például a csavarhúzó, egy ilyen nagyon jó kis mágneses tartóba jön, 25 különféle kis hegyet tudunk belerakni, és USB-C-vel lehet tölteni.
És aztán ott van a fúrókit, amiben nagyon sok mindent kapunk, kalapácsot, ilyen precíziós mérőt, mérőszallagot, amit be tudunk így állítani, és egy 12 voltos fúrót, amiben van fémhez, metánhoz, fához és 10 darab S2-es csatlakozót is kapunk bele, mindezt egy olyan dizájnban, ami tényleg ilyen minimalista és baromi jól néz ki. Hogy én hol használom, aki nem vagyok egy ilyen ezermester, bár drága nagypapám az volt, és örülne, ha én is az lennék, de hogy mondjuk itt az irodában össze kell valamit tenni, vagy csavarozni, vagy a stúdióban, arra tökéletes, de még egy termékvideózáshoz is lehet használni a fúrót, amit majd egy későbbi videóban megmutatom, hogy hogyan alkalmazok, úgyhogy mindenféleképpen iratkozz fel. Ugye tele van az Insta, meg YouTube, mindenféle gyönyörű térrel, meg mutatják be a dolgokat, de amiről kevésbé beszélünk, hogy hogyan tartsuk tisztán. Itt jön a képbe a Dreamy-nek a vezeték nélküli porszívója, a H12 és a Z10 Pro robot. Ugye nekem van egy kutyám, és hát elég nehéz, hogy minden mindig tiszta legyen, de a robot porszívó naponta egyszer megy, és teljesen tisztán tartja a dolgokat, aminek nagyon örülök, Siri néha fél tőle, igen, Sirinek hívják a kutyám. Hey Siri! Erről is van videóm, hogyha érdekel, akkor nézd meg. Na most ezáltal, úgyhogy nem vagyok egy ilyen rendmániás, mint Mónika a barátok közt, Mónika a jó barátokból. If only there were a smaller one to clean this one. De tök jó alap, és mondjuk elég csak hetente, vagy két hetente elővenni a H12-t, amit annyira durva szívása van, és akkor azzal meg egy nagyobb takarítás, de gyorsan vezeték nélkül meg tudok csinálni, ami annyira jó. Ja, és mind a porszívó, mind a robot is tud moppolni, tehát ilyen kis felmosást is tud csinálni. Mielőtt elköszönünk egymástól, jöjjön az a rész, hogy teljesen őszintén mik azok, amiket nem szeretek ebben a setupban, vagy zavar saját magamban is. Az első az a kábelek menedzselése. Valahogy meg kell oldalom. Azon túl, hogy lusta vagyok, az a kifogásom, hogy most, ahogy van setupolva ez a két monitoros setup, nem jó az a stand, amit használok, mert jó, hogy így egymás mellett van, de mi van, hogyha egymás fölé szeretném tenni, és erre majd szerintem kell valamilyen új, ilyen rögzítő megoldást találnom, ami szerintem nagyon sok mindent megold majd a kábelekkel együtt is. A másik, amin gondolkozom, hogy veszek egy ilyen kis irodai szekrényt, íróasztal alá, és ha mondjuk oda mindent, amit tölteni szeretnék, betennék, és hátul a fúrómmal fúrok egy lyukat, akkor még jobban eltűnne minden. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyen kis guruló szekrényt is beszerzek. Meg egy szőnyeget, valami jó kis vintage dizájnú szőnyeget, az még a hangot is segíti. Valahogy amúgy még a magán az asztalon is úgy érzem, hogy túl így egymáshoz közel vannak a dolgok. Egyáltalán nem jöttem még rá, hogy ezzel mit csinálok, vagy miért van bennem ez az érzés, de ha van bármi tipped, akkor kérlek, hozd meg a kommentbe, aztán majd meglátjuk jövőre. Talán egy másik helyen is, mint itt. Oké, ez tényleg a vége a videónak és az egész ezévi Home Office szériának. Remélem, hogy tetszett és találtál néhány egyedi ötletet, tippet, amit akár te is tudsz hasznosítani, már a nyelvem is elakad. De nincs mindennek vége, mert amúgy érdemes még beszélnünk a tartalomról, például, hogyha nem láttad az előző éves desk setupomat, nézd meg mindenképpen, mert nagyon sok eszköz, amit most is használok, abban bemutattam. Vagy ha érdekel, hogy jelenleg mi van a kis fotós táskámban, arra is kirakok itt egy videót. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, kommentelj, iratkozz fel a kis csengővel együtt, és nagyon remélem, hogy találkozunk egy következő videóba. Rengeteg király tartalmam jön még. Köszönöm, hogy itt voltál. Klikkelj ide. Szia, sziasztok!